Tisztelettel köszöntöm az ünnepséggel megjelenteket. Dr. Tóth Lajos fia, dr. Ördög Péter vagyok, születési nevemre nézve Tóth Péter. Édesapámat börtönévei után 4 éves koromban, 1961-ben ismertem meg, így a forradalom alatti tevékenységéről értelemszerűen közvetlen élményem nincsen. A régi barátok, sorstársak elbeszéléseiből, illetve a családi beszélgetések alkalmából az rajzolódott ki bennem, hogy édesapám kiváló jogász és szervező képessége tette alkalmassá azzá, hogy az elnökség végül a Szekszárdi Nemzeti Bizottság elnökévé válassza. Édesapám törekedett arra, hogy a forradalmi hevület ne csapjon át értelmetlen harcokba. Ennek következtében saját maga tárgyalt a szovjet hadsereg képviselőjével, illetve a helyi tüzérezred parancsnokával is annak érdekében, hogy a katonák inkább maradjanak a laktanyában, nehogy a városban bármifajta atrocitás érje őket. Különösen tartott attól, hogy az ávósok provokációkat fognak elkövetni, ezért megpróbálta őket békés módon lefegyverezni, illetve az elkövetett bűneik ellenére próbálta az életüket is menteni. Jellemző rá, hogy még a II. Világháborúban elhunyt szovjet katonák megrongált síremlékeit is megpróbálta helyreállítani. A történeti hivataltól időközben kikért terjedelmes anyagból számomra az derül ki, hogy a nemzetőrség felállításával, illetve az élelmiszer elosztással biztosítani tudta a város ellátását, emellett pedig a főváros kiéhezett lakosság részére is szervezett élelmiszerszállítmányokat. Kifejezetten tartózkodott minden szélsőséges megnyilvánulástól, és ezeket vissza is utasította, nehogy bármifajta fegyveres konfliktusba kerüljenek a szovjet hadsereggel. Ő kifejezetten békés forradalmat akart. Munkáját nagy intenzitással végezte, ehhez természetesen kellett egy olyan családi háttér, amelyet édesanyám Ördög Katalin biztosított részére, aki nem csak ezekben a nehéz napokban és hetekben, hanem a börtönévek alatt is végig mellette állt. A hatalom 8 év börtönnel és 10 év közügyektől eltiltással honorálta édesapám forradalmi tevékenységét. Ez az ítélet lehetett volna súlyosabb, akár halálbüntetés is, de úgy tudom, hogy Tolna megye az egyetlen olyan megye 56-ban, ahol sem civil, sem katonai áldozata nem volt a forradalomnak. Miután édesapám kiszabadult, az egész családnak kénytelen volt elköltöznie szülővárosunkból, így kerültünk Budapestre, és itt kellett nekünk teljesen új életet kezdeni. Ez édesapámnak volt különösen fájó, hiszen ő ízig-vérig ügyvédnek született, de a szabadulása után ezt a hivatását már nem folytathatta. Az, hogy most itt állunk a budai vár tövébe, az annak a jele, hogy édesapám budapesti életéhez ez az épület jelentős mértékben kötődik, hiszen az Országos Széchenyi Könyvtár köteles példány osztályának a vezetője lett. Volt még ereje ugyanis, és tudása is, hogy a jogi pálya mellett átváltson egy másik tevékenységre, elvégezte az ELTE könyvtár szakát, és lett a könyvtár megbecsült dolgozója és számos szakmai díj kitüntetettje. Nyugdíjazása után még sikerült visszakerülnie régi munkájához, így lett a könyvtár jogi ügyeinek intézője és a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak az ügyvédje. Sajnos rövid életet biztosított számára a sors, de az még megadatott neki, hogy részese legyen a rendszerváltásnak, illetve hogy 1989. október 23-án szeretett szülővárosába Szekszárdon 33 év után ismét a város lakóihoz szólhasson. Édesapám, édesanyám, nővérem, az öcsém és a magam nevében szeretném megköszönni, hogy a város a forradalom 60. évfordulója alkalmából nem feledkezett meg édesapámról a díszpolgári cím odaítélésekor.
Persze természetesen jobban örülnék annak, hogyha én is az ünneplők soraiba ülhetnék most, mert ez azt jelenteni, hogy ő veszi át a díjat, de úgy gondolom, hogy az így is méltó helyre kerül, és a család nagybecsben fogja tartani.